problémákban, fáj a derekad, pockorong sérved van, akkor jóga lesz a megoldás számodra. Holott ez lehet nagyon igaz, de lehet nagyon nagy tévedés is, attól függően, hogy az oktató hogyan tartja a jogát, illetve hogy te hogyan gyakorlod azt. Példa, nálam a gerincszervizben van egy joga stúdió, ahol rendszeresen küldöm a gyógyult betegeimet, mert folyamatosan egyre jobban és jobban lesznek attól a gyakorlástól, amit ott végeznek. Van egy másik joga stúdió, ahonnan a 9. súlyos porckorongsérves páciens sem érkezik. 9. Hatalmas különbség. Gerinc problémád van, vagy el akarod kerülni a gerinc problémákat, akkor hogyan jógálsz, hogy az nagyon hasznos legyen a gerincet szempontjából. Ennek érdekében megmutatnám azt, hogy a jóga az hogyan alakult ki és hogyan hat a gerincre, illetve azt, hogy hogyan kell adaptálnunk a 2000 éves mozgásrendszert a mai gerinc igényei nézve arra, hogy a mai problémákat, a mai káros hatásokat kompenzálhassuk. A jóga pár ezer évvel ezelőtt az indiai tanítók, papok között alakult ki, akik ebben a pozícióban ültek egész nap. Meditáltak, tanítottak, írtak, olvastak, és ahhoz, hogy a gerinc porckorongjai szalagrendszere egészséges maradjon, ahhoz pár dologra szükség van. A következő dolgok ezek. A helyes tartás, ez ebben a pozícióban tökéletesen megvan, hiszen a gerinc görbületrendszere pont olyan, ami ennek lennie kell. Szüksége van mozgásra, hogy a porckorong anyagcseréje biztosított legyen, és szükség van egy erős stabilizátor izomfűzőre, hogy megtartja a gerincet a rendes pozíciójában. A Zsuzsinak, hogyha ebben a pozícióban töltené a következő 60 évét, akkor ezek közül egyedül a mozgás és a stabilizátor izomfűző hiányozna, hiszen a tartása az tökéletes. Ezért ő úgy fejlesztette ki a jógát hosszú évszázadok alatt, hogy ezeket a hiányosságokat tehát, hogyha Zsuzsi így ül a következő 8 órában, másolja a szentiratokat, és eltölti még 60 évet, akkor a jóga gyakorlatrendszerével tökéletes mozgástartomány teljes kihasználásával, tehát a mozgástartomány teljes kihasználásával szinte megöntözi a porckorongjait, a viszonylag extrém mozgástartományok végének a keresésével tökéletesen megerősíti a stabilizátorizmait, és egy olyan mozgásrendszer alakult ki, ami a mozgás szegény, de szellemileg aktív életnek a gerincre nehezedő káros hatásait hibátlanul ellensúlyozza. Ezért, ha ma valaki elmegy jógázni, és azt érzi például, mielőtt elmegy jógára, hogy fáj a dereka akkor, amikor sokat áll a sorban, a bevásárlóközpontban, és elkezdi végezni a jóga gyakorlatokat, azt fog érezni az óra végén, hogy rettenetesen megkönnyebbült a dereka, mint hogyha megöntözték volna, mint hogyha stabilabbá tették volna, és ez nagyon jó. Kezeli a mozgás hiányból adódó gerinc problémákat, illetve azokat a fájdalmakat, amiket a mozgás hiány okoz, és erősíti a stabilizátorizmokat. De van egy dolog, amivel a jóga pár ezer évvel ezelőtt egyáltalán nem számolt, hiszen nem számolhatott, ezek a székek, amiken ma élünk, amiken ma dolgozunk, amiken ma iskolában vagyunk. Nézzük meg, hogy mi történik ezeken a székeken. Ha Zsuzsi egyenesen ül, akkor a gerincének a hátsó szalagrendszere, most nagyon túlzok, ered itt és tapad itt, hogyha összegörnyed, környék össze, Zsuzsi. Nézd meg, ez a szalagrendszer megnyúlik. A szalagnak a feladata az az, hogy stabilizálja a gerincet. A stabilitást biztosítja. A Zsuzsi így eltölt 8, 10, 5, 6, bárhány évet, mire az iskolából kikerül, ez a szalagrendszer már túlnyúlt, tehát a gerinc picit instabilabbá vált.
csigolyáknak az előső része ülés közben közelebb áll egymáshoz, és a fej viszonylag nagy súlya, 5 kg súlya egy ekkora erőkarral, így álló csigolyatestekkel folyamatosan tolja, komprimálja hátra a porckorongokat, ami a sérvesedésnek az egyik legfőbb oka. Szóval ha a porckorong kiboltosul a gerinccsatornába, ezt nevezzük porckorongsérnek vagy gerinccsérnek. Hiszen a porckorongját sérvesíteni rengeteget tudja anélkül, hogy ebből bármit érezne. De azt fogja érezni, hogy neki görnyedni, előrehajolni kényelmes, hiszen a lelapult porckorongokat a közelebb kerülő ízfelszíneket elhúzza. Elmegy jóga órára, meg fogják tanítani szépen egyenesen ülni, meg fogják nyújtani a gerincének az izmait, kap egy hatalmas izomerőt ide, ami rendkívül hasznos. Szépen itt nyílnak a kis hajszálérek a jóga gyakorlatok végzése közben, ez kioldja az izmoknak a feszüléseit, csomóit, és Zsuzsi boldog mosolyjal fog távozni a jóga órákról, nagyon jól fogja magát érezni ott. De, hogyha az oktató nem gondol bele abba, és nem számol azzal, hogy Zsuzsi a napjainak a 8 óráját valószínűleg egy számítógép mögött egy irodában ebben a pozícióban tölti, akkor ugyanúgy fogja gyakorolni a jogát, mint ahogy azt pár ezer évvel ezelőtt óta csinálják, ugyanannyit hajolva előre, vagy egy picit többet, és ugyanannyit hajolva hátulra. Ezzel keresve az egyensúly lehetőségét. De nézd meg ezt a gerincet, egész nap ezt a pozíciót kapja. Hogyha az órájának a nagy részén szintén ugyanezt az irányt, ugyanezt a terhelést, ugyanezt a csigolya tartást kapja a gerinc és a porckorong, akkor szinte gyorsítja, forszírozza azt a sérvesedési folyamatot, amit az ülőmunka szintén biztosít. Hogyha ez a helyzet dominál, esetleg még némi versenyszellem is, mert az a jogától úgy tudom távol áll uralkodik, és az oktató tolja bele a tanítványát a pózokba, hogy még mélyebbre, még gyorsabban, még lejjebb kerüljön, akkor gyakorlatilag azzal, hogy Zsuzsi a keresztcsontját maga alá csapta, az előttes csigolyának az előső részét rányomta az S1-es csigolyának a keresztcsont hátsó első részének a tetejére, ez egy hatalmas, szintén sérvesítő erőt gyakorol a porckorongjára. Óriási hiba. Óriási hiba nem belekalkulálni a mai életmódnak a hatásait a jóga óránkba, hiszen ezzel felgyorsítjuk a sérvesedési folyamatot. Mi az, amit tenni kell, hogy a jogát segítse a gerincednek az egészségének a megőrzését vagy kialakulását? Megbeszéltük az eddigiekben, hogy a gerincnek két fajta irányba indulhatnak el a degeneratív folyamatai, a porckorong vízvesztése lelapulása irányába, amit a brahmana is elszenvedett, és erre tökéletes megoldás a jóga, hiszen szépen idézővel megöntözi a porckorongot. Ezt csinálja most Zsuzsi a tengeri irányú nyújtással. Hát nézed a harcos pózban, hogy a csigolyái távolodnak, a porckorongba gyakorlatilag szippantja a vizet, és erre építi rá az izomfűzőt. Tökéletesen lestabilizálja a gerincét. Megkockáztatom, jóval hatékonyabban, mint a nyugati mozgásterápiás módszerekkel tenni, ahol összehúzná a csigolyákat az izmok megfeszítésekor, így Zsuzsi távolítja őket, tehát kvázi tanítja az idegrendszerének és a gerincének azt, hogy egy ilyen stabilabb csigolya helyzetet tartson föl. A sérvesedő úton indul el Zsuzsi. Szintén a csigolyák távolodásával a porckorong kezdődő kiboltosulását gyakorlatilag húzza visszafelé. Ezzel a pózzal mind az izomrendszernek, mind az anyagcserének, mind a porckorong helyzetének nagyon jót tesz. Szintén preventív jelleggel egy lefele néző kutyapóz. Rettentő hasznos lehet, hogyha az ember tengely irányban nyújtja a gerincét a saját izmainak a segítségével, és az izmainak a feszítése mellett távolítja a csigolyáit, ez szintén nagyon jót tesz a porckorongnak. Mind a lelapulás, az úgynevezett degeneráció ellen, mind a sérvesedés ellen nagyon jót tud tenni vele. Hatalmas lehetőség a degeneratív gerincbetegségek megelőzésében az ilyen jellegű gyakorlás. Ami preventív jelleggel hatalmas értékkel bírhat a porckorong sérv típusú degeneratív gerinc problémák megelőzésében, ez a kobra típusú gyakorlatok. Miért? Nézd meg, mit csinál Zsuzsi. Azzal, hogy felhúzta magát a kobrába, a csigolyáinak a hátsó részét tuszkolja össze, közelíti egymáshoz, a hátizmainak a nagyon erőteljes tónusával. A csigolyatestek hátsó részének a közelítése az a porckorong belső magját, egész nap, ami nyomódik kifelé a gerincscsatorna felé, gyakorlatilag tolja vissza a centrum irányába. Ez egy hatalmas preventív értékkel bír ez a gyakorlat.
Pluszban a méhátizmait megfeszíti, tehát nem csak egy jó helyzetben, egy kompenzált helyzetben viszi a porckorongot, a csigolyatesteken keresztül, hanem rá is építi egy rettentő erős stabilizáló izomzatot. Nyugati tudomány pár évtizede jutott el arra a következtetés, hogy az ilyen jellegű statikus izommunka építi a legnagyobb izomerőt, ami védeni tudja a szegmentet. Nézzük meg, hogy mit tesz ez a póz az anyagcsere javítása érdekében, hiszen az ember egész nap görnyed az íróasztalánál, akkor a porckorong és az izomzat anyagcseréje csökken. Zsuzsi összehúzva tartotta a hátizmait folyamatosan, az eredés tapadás közel volt egymáshoz, így kialakul itt egy vérpangás. Nem jut ide a vér erre a területre, ami természetesen nem jó addig a pár másodpercig, amíg tartja a pózt, de amikor leereszkedik a testhelyzetből egy kilégzés közben, ellazulnak az izmok, és gyakorlatilag ide bezubog a vér. Kinyílik rengeteg kis hajszálér, és ennek a régiónak a keringése az rettenetesen felfokozódik. Ezeket az izmokat pont ugyanazok az erek látják el, mint a csigolyákat, és a porckorong a csigolyából kapja a tápanyagot. Tehát ezzel az egy egyszerű mozdulattal Zsuzsi centralizálta a porckorongját, erősítette a stabilizátor izomfűzőt, és rengeteg tápanyagot hozott erre az érzékeny területre. Tehát a jóga, ha jól gyakorolják, és nagyon jól van súlyozva az a rész, amit gyakorolni kell belőle, akkor hihetetlen preventív értékkel bír. Hogyha rossz részét súlyozzák, akkor pont azért, mert nagyon hatékonyan és nagyon erőteljesen nyúl hozzá a gerinc alkatrészeihez, akkor rombol. Oktató kérdése és jóga stílus kérdése, hogy ebből a te gerinced melyiket fogja kapni. Amire figyelj, amire mint tanítvány, mint jogázó figyelhetsz, ami fájdalmat okoz, az általában rosszat tesz neked. Az általában egy szövetkárosodás jele. Ha porckorong sérved van, akkor az előrehajló gyakorlatokat inkább hagyd ki. A lehető legrosszabb gyakorlatirány az az, amikor előre hajolsz, és a sérveddel ellentétes irányba csavarsz. Tehát ha nekem egy balra irányuló porckorong sérvem lenne, és a bal lábam zsibbadna, akkor ilyen jellegű pózokat tudnám a lehető leggyorsabban tovább rontani az állapotomat. Tehát az ellenirányú csavarás nem annyira szerencsés. Preventív jelleggel pedig a nyújtó, a tengelyirányban nyújtó, és a mély hátizmokat, hátizmokat erősítő gyakorlatok azok, amik nagyon hasznosak. A jóga gyakorlásnak egy nagyon nagy jótéteménye a gerinc szempontjából, hogy egy jóga órán az oktató megtanítja a tanítványt tökéletesen ülni, ezért a jó tartást, a porckorongbarát és a szalagbarát tartást azt akár a hétköznapi életében, a munkahelyére, az irodájába el tudja vinni. I was a baby.